Elfogadhatatlannak tartják az ellenzéki pártok, hogy csak nem 100 milliárd forintot kapott a kormánytól a Matthias Corvinus kollégium. Az összeget a gazdaságvédelmi alapból csoportosították át. Az alapítvány egy Kárpát-medencei oktatási intézményrendszer kiépítésére fordítaná a pénzt. Az MSZP és a DK azt is nehezményezi, hogy 100 milliárd forintnyi közpénzből magánvagyon lett, miközben a valódi válságkezelésre nem biztosít elég forrást a kormány. Mi nagyon dolgozunk azon, hogy ez a program legalább ugyanolyan jó legyen, mint egy évvel ezelőtt. A novemberi női vezetőképzőt nyitotta meg ezekkel a szavakkal Orbán Balázs. Forrás hiányon nem fog múlni az államtitkár alá tartozó Matthias Corvinus kollégium programjainak jövője. A karácsonyi magyar köznöny szerint ugyanis közel 100 milliárdot kaptak a gazdaságvédelmi alapból. A 25 éve működő szakkollégium jó évet zárt idén, nemrég derült ki, hogy megkapja az államtól a Révfülöpi kilátót, és kapott egy 300 milliárd forint értékű részvénycsomagot is. A 9. alaptörvénymódosítás után a Matthias Corvinus kollégium már nem csak kezelője, hanem tulajdonosa is ennek a vagyonnak. Kerestük a szakkollégium vezetőit, szerettük volna megtudni, mire fordítják majd a most megítélt összeget, de adásunkig nem reagáltak. Lánci Péter általános főigazgató helyettes ugyanakkor az RTL klubnak azt mondta, a jelenlegi működési modellt felváltja egy 35 helyszínes Kárpát-medencei hálózat, a pénzt ennek kiépítésére költik. Az ellenzéki pártok szerint elfogadhatatlan, hogy az évvégi döntéssel 100 milliárd forintnyi közpénz kerül ki az állam ellenőrzése alól, miközben számos terület a válság miatt komoly forrás hiánnyal küzd. Orbánéknak ahelyett, hogy újabb fideszes haverokat tömnek ki közpénzmilliárdokkal, most minden egyes fillért az elmaradt kormányzati válságkezelés miatt megszűnő munkahelyek pótlására és a kormányzat által cserbehagyott emberek támogatására kellene fordítani. Egészen minősíthetetlen és felháborító azt, hogy karácsony előtt is nem a gazdaság megsegítésére, vagy mondjuk amikor az önkormányzatoktól több 10 milliárd forintokat vettek el, nem a gazdaság megsegítésére, az önkormányzatok megsegítésére, vagy az egészségügy támogatására adnának pénzt, hanem jól látjuk, hogy továbbra is arra használja a kialakult válsághelyzetet, egészségügyi válsághelyzetet, járványhelyzetet, gazdasági helyzetet, hogy minél több pénzt tudjanak ellopni. Az ügyben kerestük a miniszterelnökséget is. A tárca azt közölte, hogy az országgyűlés bízta meg a magyar fiatalok támogatását segítő programmal a szakkollégiumot, amely hamarosan 10 000 diáknak nyújt ingyenes képzést, ehhez adták a támogatást.